Három gólos előnnyel várta a női kézilabda bajnokok ligában a döntő visszavágóját a győri Audietto KC csapata, amelyre 60 perc várt még a Veszprém arénában, hogy története legnagyobb sikerét érje el. A találkozó álomszerűen indult, hiszen pillanatok alatt 9-2-re elhúzott az Eto vetélytársától, és nagy lépést tett afelé, hogy ebben a sorozatban immár a negyedszer legyőzze a norvég Larvik csapatát. A védekezés a folytatásban is kiválóan működött, így tulajdonképpen egy percig nem forgott veszélyben a BL diadal. Kétség nem férhet hozzá, hogy a világ legjobb klubcsapata a győri Audietto, hiszen a bajnokok ligájában idén 16 mérkőzésből 15-öt megnyert, ezt az utolsót 23-22-re. Ez a csapat történetének legnagyobb sikere, a klub történetének a legnagyobb sikere, és én azt gondolom, hogy ami a legfontosabb, ahogy tavaly is mondtam, a nyugodt munka hátterét biztosítja az elkövetkezendő években. Azt az építkezést, amit elkezdtünk, azt folytathatjuk, és én nagyon remélem, hogy még nagyon sokáig Győrben BL győzelemre esélyes csapata lesz a városnak. This is what I was waiting, not waiting, but just working all the year, you know? Erre vártunk, illetve ezért dolgoztunk egész évben. Nem is csak ebben az évben, hanem a múltban is. Ezt akartuk elérni, ezért küzdöttünk, és most megvan. Elmondhatatlanul boldog vagyok, de nem csak a győzelem miatt. A játékosok, a szurkolók és a klub rengeteget tett ezért a sikerért. Valóban rengeteget dolgoztunk minden nap, hogy most itt lehessünk. Volt egy tervünk, amit megvalósítottunk, és ez nagyon jó érzés. It's really, really nice to do this. Miután mindenkinek a nyakába került az aranyérem, érkezett a Bajnokok Ligája trófea is. Nem tudom, mit mondjak, nem tudok beszélni. Ez hihetetlen és elmondhatatlan érzés. Úgy gondolom, hogy egész évben jól játszottunk, és rettenetesen boldog vagyok a csapat, a szurkolók, a klub és mindenki más munkája miatt. Fantasztikus érzés, még egyelőre lehet, hogy felfoghatatlan. Ilyen fantasztikus meccs után, ilyen fantasztikus hangulat után nem lehet mit mondani, tényleg minden fantasztikus. Május 13-án ünnepli 30. születésnapját Görbic Anita, ami szinte mindig BL döntő hétvégére esik. S mert nem az a fontos, hogy ki hány éves, hanem hogy hányan köszöntik fel, a világ legjobb irányítója megható pillanatokat élt át Veszprémben. Úgy gondolom, hogy nem csak a játékosok, vezetők, gondolok sorolhatnak bárkit, hanem nagyon sokat köszönhetünk a szurkolóknak, akik nagyon-nagyon messze elkísértek bennünket. Én biztos, hogy én még nem fogtam fel, majd holnap után, mikor úgy majd minden nap rá fogok nézni, hogy úristen, akkor nagyon-nagyon régóta vágytam erre. Az önfelett ünneplés nem ért véget itt, hiszen Győrött a városház előtt ekkor már több ezeren gyülekeztek. Mi vagyunk a legnagyobbak, hey! Hey! Mi vagyunk a legnagyobbak, hey! Természetesen én is a helyszínen követtem a játékot, amelyben voltak hullámhegyek és hullámvölgyek is. Nagyon jól indult, rögtön pár gólos előnyre tettünk szert. Az első félidő közepén azonban volt egy kis rész, és a második félidő végén is, ami kritikusabb volt. Nagyon izgalmas volt, amit ma láthattunk, fantasztikus teljesítmény, a lányok keményen harcoltak. Lenyűgöző, hogy mekkora elánnal, harci szellemmel küzdöttek. A lányok Audi kabriókba ültek át, és így érkeztek meg szakadó esőben, kezükben a serleggel. A csapatot elsőként Borkai Zsolt, Győr polgármestere, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke köszöntötte, majd Thomas Faustmann, az Audi Hungária Motor Kft. Ügyvezető igazgatója gratulált az első helyhez. Az Audi Hungária nevében nagyon köszönöm, hogy ezt a fantasztikus kupát elhoztuk Magyarországra, illetve Győr városába. Nagyon-nagyon köszönöm. A csapat vezetőedzője Ambros Martin magyarul szólt a drukkerekhez. Köszönöm szépen, szurkolok! Nagyon-nagyon boldog vagyok! My silver is a Vasas 1982-es és a Dunafel 1999-es győzelme után harmadszor került Magyarországra a legrangosabb európai női kézilabdakupa. Kupa! Kupa!
A Bajnokok Ligája csaknem 20 éves történetében pedig, bármelyik sportágat is beleszámítva, ez szintén a harmadik magyar siker, hiszen a 99-es Dunaferdi diadal mellett mindössze 2004-ben a Honvéd férfi vízilabda csapatának sikerült Európa csúcsára érni. 9 év után tehát újra egy magyar csapat a világ legjobbja, ez pedig nem más, mint a Győri Audietto női kézilabda együttese.